Az egységes világot az ember mindig is hajlamos volt részekre szedni. Ahogy a világ megismerése haladt előre, úgy vált szükségszerűvé, hogy a résztudások szakmákká különüljenek el, hiszen egy idő után a teljes ismeretanyagot nem lehetett egy embernek fejbe tartania. E tehetetlenség miatt az analitikus ismeretekre való törekvés idővel megbontotta a teljességre irányuló rendszer szemletű látásmódot, és ahogyan nőtt a tudás, úgy halványult a bölcsesség. A tudásnak és a bölcsességnek kéz a kézben kell járniuk a fenntarthatóság érdekében. A bölcsesség a tudás kontrollja, és ha a bölcsesség nem tartja féken a tudást, abból romboló erő lesz. Gyakorlatilag ezt éljük meg a 21. század elején, ráadásul úgy, hogy még több tudást vetünk latba problémáink kezelésére, pedig azokhoz éppen bölcsességünkre lenne szükség. A tudás és a bölcsesség viszonyát beszédesen szemlélteti Prométheusz története. Zeus Prométheuszt és Epimétheuszt bízta meg azzal, hogy lényeket teremtsen, akik majd benépesítik a Földet. Epimétheusz teremtette az állatokat, Prométheusz pedig az istenek képmására az embert, de oly sokáig foglalkozott vele, hogy mire elkészült, Epimétheusz az összes előnyös tulajdonságot elhasználta az állatok teremtésénél. Prométheusznak megesett a szíve esendő teremtményeiért, ezért úgy döntött, hogy ellopja nékik a tüzet, ami addig az istenek tulajdona volt. Fölmászott az Olimposzra, és Hélios szekeréről ellopta a tüzet, majd pedig, hogy kiengesztelje tettéért az isteneket, egy bikát áldozott fel, és egy csellel újra becsapta Zeuszt, aki persze égtelen haragra gerjedt, és ezért megteremtette az első asszony Pandórát, aki aztán persze később, mint tudjuk, az emberiség minden bajának okozója lett. Prométheuszt a Kaukázis hegyén egy sziklának láncolta, akinek a máját minden nap ugye egy sas tépte, és hát a mája természetesen mindig visszanőtt másnapra. Végül aztán 30 év múlva szabadult Prométheusz a fogságból, és ezt a bizonyos sziklát mindig magával kellett utána hordoznia. Prométheuszt a tűz elsajátítása és az áldozat bemutatás gyakorlatának bevezetése miatt a civilizáció atyának is tekintjük. Mi ennek a történetnek a tanulsága? Az istenek rendelkeznek azzal a bölcsességgel, hogy a tűz tudását kontrollálni tudják. És az egy közönséges teremtmény, az ember kezében nem való. No, csak itt is megtaláljuk a magyar közmondásban ennek a megfelelőjét, amikor azt mondjuk, hogy gyufa gyerek kezében nem való. A bölcsesség az alapos megfontolás hiánya teszi, hogy minden létező probléma egy korábbi fejlesztés eredménye. Pedig ennek elkerülését szolgálná az elővigyázatosság, vagy a megelőzés elve, amely alapja a fenntartható fejlődésnek. Cinikusan azt mondhatnánk, hogy a megfontolás hiánya, a problémagyártás jól illik a mai növekedési paradigmához. Képzeljük el, ha nem hoznánk létre újabb és újabb problémákat, akkor mi hajtana a növekedést vagy a foglalkoztatást? No, ez elég groteszk, de tény. A növekedés nem válogat abban, hogy egy tevékenység mennyire járul hozzá az embereknek a jólétéhez. Ha valaki úgy megy be az autójával a garázsba, hogy elfelejti kinyitni a kaput, akkor összetörik a kapu, az autó, és megsérül a vezető. Új kapu kell, az autót ki kell javítani, el kell szállítani, új karosszéria elem kell, a tulajdonos pedig a kórházba kell ellátni, ahová természetesen mentővel szállították be. Nos, mindez valakinek hozzájárul a foglalkoztatásához, és természetesen a GDP növekedéséhez, no a jóléthez bizonyára nem sok köze van. Az egységes világ széttagolása a részismeretekre megmutatkozik az iskolai oktatás tantárgyaiba, a legkülönbözőbb szakmába és az államigazgatásban is. Az iskolákban az ismeretek tantárgyakra különülnek el, de amíg ezen tantárgyak ismereteit összeadnánk is, akkor sem adnának használható iránymutatást a valós életben való eligazodáshoz. Vagyis a részekből nem lehet összerakni az egészet, és még akkor sem lehetne,
ha minden részismeret a rendelkezésünkre állna, hiszen az egész nem részeinek az összessége, hanem egy más minőség. És ha nem ismerjük ezt a más minőséget, akkor a részeket nem tudjuk a megfelelő helyre illeszteni. A világ egyik jelentős problémája a rendszer szemlélet nélküli szakértelem. A szakértelem nem elmarasztalandó önmagába, csupán akkor, ha nem állja meg a helyét a teljességben. A szakértelem a legtöbbször azt jelenti, hogy valaki annak a bizonyos kérdésnek a legjobb szakértője, csak ahhoz ért, de nem látja a szakmájától a teljességet, nem látja a fától az erdőt. Természetesen a teljességet nem lehet senkitől sem megkövetelni, hiszen ma az emberiség olyan mértéktelen módon felaprította a teljességet részismeretekre, hogy azokat egyetlen ember sem fogadhatja be. Ugyanakkor a világ szakmai bábellé változott, ahol a szakemberek nem értik egymás nyelvét, a köz pedig nem érti a szakmák nyelvezetét. Ám a döntések során mindig valamilyen éppen fontosnak tartott szakmai érv érvényesül, amely voltak éppen arra való, hogy egy éppen aktuális politikai döntést támogasson meg szakmailag. Mivel számtalan szakmai érvet lehet találni, így a döntéshozó a meghozni kívánt döntést fogja szakmailag igazolni. Amióta a közös jövőnk jelentés kinyilvánította, hogy a világ minden problémája egy rendszerben létezik, és nem oldható meg elkülönült politikákkal, azóta mindenki a környezeti szempontok különböző politikákba való integrációjáról beszél. Ám mégis annak lehetünk tanúi, hogy egy eleinte erősödő környezetpolitika és környezetvédelmi szektor épült fel a hagyományos szektorok mellé. Ez elhúzódó nézetkülönbségeket hozott létre az új és régi szektorok között, és annak ellenére, hogy a környezeti szektor folyamatosan próbál nagyobb súlyra szert tenni, a valóságban nem képes a kívánt mértékben befolyásolni a többi szektor környezeti teljesítményét. Ugyanakkor saját fontosságát bizonyítva, fejlesztési pénzek felett szerzett befolyást, amellyel felkeltette az üzleti szféra érdeklődését a megszerezhető pénzeszközök miatt. Integráció helyett lett egy önálló környezeti szektor, amelyre felépült a környezeti háttéripar, vagy környezeti ipar, amely maga is abban érdekelt, hogy a problémákat kezelje, ám nem érdekelt a problémák megelőzésébe, hiszen akkor elveszítené a létjogosultságát. Kiváló példa erre a hulladékgazdálkodás. Noha, az európai környezetpolitika elsőbséget ad elvben a hulladék keletkezés megelőzésének, a gyakorlatban mégis a hulladékok újrahasznosítása, újrahasználata, energetikai hasznosítása vagy lerakása valósul meg. Az ezekre kialakított struktúrák és főleg érdekeltségek ugyanis konzerválják azokat az eljárásokat, amelyek a hulladékokat termelik. A rendszer szemlélet, azaz rendező elvet nélkülöző szakmai bábelen belül rengeteg ütközés jön létre. Szakmák, szakemberek viaskodnak saját fontosságukért, a döntéshozók kegyeiért, hiszen boldogulásuk, szakmájuk elismertségétől függ. Se szeri, se szám az egymás keresztező szándékoknak. Az Európai Unió egyszerre szeretne koherens közlekedési hálózatot létesíteni, és fenntartani egy koherens ökológiai rendszert. Egyszerre szeretné megállítani a biológiai sokféleség csökkenését, és kiterjedt monokultúrákat létrehozni bioüzemanyagok előállítása érdekében. Egyszerre szeretné, ha több embernek jutna munka, és ha a munkában lévők később mennének nyugdíjba. A gazdaság szerkezetének integrálódását is a kialakult erős szektorok akadályozzák meg. Az anyag- és energiaintenzív szerkezet a nyersanyagokat kitermelő szektor versenyképességet az alacsony ár jelenti, amelyet úgy érhet el, ha alacsony járulékot fizet a köznek. Az alacsony ár következménye viszont az anyag- és energiapocsékoló termelő és fogyasztói szerkezet, amely az egyszer használatost, az olcsót és eldobhatót részesíti előnybe, és már meg is érkeztünk a hulladékgazdálkodás szektorának előbb említett érdekeltségéhez. A gazdaság szerkezet egészét az információszegénység és az információ aszimmetria uralja. Ennek oka, hogy az információ előállítása, kezelése és elosztása monopólium egy elkülönülő szektorban testesül meg. Az információ hatalom, aki hamarabb jut egy információ birtokába, az előnyre tesz szert másokkal szemben.
A szerkezet hitelszegény, noha a pénzügyi szektor kimondhatatlan mennyiségű összegeket kezel, és anyagi tekintetben felénőtt minden más szektornak. Ez a szektor ezzel a pozícióval élve hatalmi szektorrá lépett elő, amely diktál a kormányoknak és megszabja a gazdasági társadalmi történések irányát. A pénzügyi szektor érdekeltségével függ össze az egész szerkezet alacsony foglalkoztatási képessége is, amely a profit maximalizálás érdekében állandóan a munkahatékonyság javulását követeli meg. A szerkezet innovációszegény, mert a kutatás-fejlesztés egy külön szektor, amely jobban kötődik azokhoz a szektorokhoz, amelyek fizetőképes keresletet jelentenek a számára. Ezért az innovációnak nem a rendszerből adódó szükség, hanem az anyagi javak megléte vagy nem léte ad irányt. Így viszont egyenlőtlen a kötődés a különböző szakterületekhez, és egyensúlytalan a fejlődés is. A fenntarthatósághoz tartozó gazdaságszerkezetben ezek a tényezők nem különülhetnek el a gazdaság, társadalom és környezet egységes rendszerétől. A rendszerbe, körfolyamatokba kapcsolt termelési és fogyasztási szerkezet biztosítja, hogy az innováció iránya az anyag és energiatakarékosságra, a hulladékszegénységre és a jó környezeti teljesítményre vonatkozzon. Az elkülönült pénzügyi szektor helyett biztosítani kell, hogy a pénz annak a közösségnek a rendelkezése szerint működjön, amelyet a közösség állított elő. Az információ monopóliumát meg kell szüntetni, biztosítani kell a szimmetriát az információ hozzáférésében. Amennyiben mindenféle tevékenység szervesen kapcsolódik az egész szerkezethez, és nem különül el szektoronként, úgy nőni fog az olyan típusú tevékenységek köre, amely valódi hozzáadott értéket állít elő. Ilyen például a sokkal jobb tervezés a környezeti és szociális szempontok figyelembevételével, a pénzügyi tervezés, az információkezelés, a kutatás, fejlesztés és innováció, a mindenhez kapcsolódó tanulás, és ezek kapcsán értelemszerűen nőhet a foglalkoztatás is. Végül vegyünk egy konkrét példát annak megvilágítására, hogy a szektorokon belül nem oldhatók meg a szektorális problémák. A közlekedés és szállítás intenzitása folytonosan növekszik, mióta az ember feltalálta a motorral hajtott szállítási eszközöket. Maga az eszköz, a technika szabadította el a mobilizáció jobbnál jobb lehetőségeit, amely a globalizáció eszközévé vált. Majd autokatalitikusan a globalizáció egy állandóan bővülő növekedési spirálra állította a szektort. Ugyanakkor hasonlóan a tűzhöz, ez csak egy lehetőség, az ember bölcsességének kellene gátat szabni, hogy milyen módon kíván ezzel a lehetőséggel élni. A mobilizáció környezeti és társadalmi következményei ma már világos jelzést adtak arról, hogy ideje lenne a bölcs használatnak. A közlekedés gondjainak kiteljesedése egy megvalósult jóslat. Sáskák jönnek majd a skorpiók erejével, amelyek olyanok, mint a lovak, fém páncél fedi testüket és nagy zajt csapnak, megjelenésük együtt jár a föld mélyének kiürülésével, a mélység kútjának füstje pedig elsötítíti a napot és a levegőt. Biblia János jelenései. Ez a jóslat. És valóban, ha megnézzük a gépjárművek számának növekedését, 1970-ben 170 millió személyautó, 46,5 millió teherautó és busz járt az utakon. 1985-ben 375 millió személyautó és 109 millió egyéb jármű. 96-ban 486 millió személyautó és 185 milliónál több egyéb jármű. 2009-ben már 710 millió jármű összesen, és 2030-ra pedig 1 milliárd 200 millió járművet prognosztizálnak. Percenként 100, évente 52 millió járművet állítanak elő. Milyen válaszokat próbál adni maga a közlekedési szektor ezekre a problémákra? Kisebb fogyasztású autókat, jobb kibocsátású határértékeket, jobb biztonságtechnikát, elkerülő utakat, forgalomcsillapítást. Az eredmények még több út és még több autó.
Azonban az élőhelyek elszigetelését, az ütközésekben elpusztuló rovarok milliárdjain nem segít a kisebb fogyasztású autó vagy az elkerülő út. A mobilitás csökkentéséhez annak okait kell számba venni. A mobilitást a globális kereskedelem gerjeszti, az pedig a versenyképes ár. A problémára a választ tehát a helyi termelési és fogyasztási szerkezetek előtérbe helyezése, amely nem csak a mobilizás túlzásait, hanem a helyi piac betegségeit is megoldja. Mint látjuk, a megoldás sohasem a szektoron belül, hanem mindig azon kívül van. Talán önök is ismerik a 9 pont történetét, amikor az a feladat, hogy hogyan tudunk 9 pontot összekötni 4 vonallal úgy, hogy közben nem emeljük fel a tollunkat. Ne felejtsük el tehát, hogy a megoldás mindig a rendszeren kívül van.